Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Édesatyánk, Istenünk, magasztalunk téged, aki nem hagysz el minket semmilyen szükségünkben. Te ismered testi és lelki szükségeinket. Tudod, hogy honnan és miből jöttünk most is ide a te házadba. Te tudod, hogy mire van szükségünk igazán. És köszönjük neked, hogy ígét készítesz, és most is ígét készítettél a mi számunkra, amely által erősítesz a benned való hitben. Köszönjük neked a te ígéd csodálatos ajándékát, amelyben el van rejtve az örök életnek és a megszentelt életnek minden kincse. Jézus Krisztus, kérünk téged, hogy a te szent lelked adjon világosságot nekünk, hogy megértsük a te igédet, és adj kenetet a te igéd hirdetéséhez, és adj magaddal üdvösséges találkozást ebben a rövid órában. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét hallgassuk meg a Máté írása szerinti evangélium 15. fejezetéből olvasom. A Máté írása szerinti evangélium 15. részének 21. versétől a 28. versig terjedő szakaszát. A Máté írása szerinti evangélium 15. rész 21. versétől a 28. versig terjedő szakaszt olvasom. És elmenvén onnét Jézus Tírus és Szidon vidékeire tért. És ímé egy kananeai asszony jövén ki abból a tartományból kiáltott néki: Uram Dávidnak fia, könyörülj rajtam, az én leányom az ördögtől gonoszul gyötörtetik. Ő pedig egy szót sem felelt neki. És az ő tanítványai hozzámenvén kérték őt, mondván, bocsásd el őt, mert utánunk kiállt. Ő pedig felelvén mondta, nem küldettem, csak az Izrael házának elveszett juhaihoz. Az asszony pedig odaérvén leborult előtte, mondván, Uram, légy segítségül nékem. Ő pedig felelvén mondta, nem jó a fiak kenyerét elvenni, és az ebeknek vetni. Azt pedig mondta, úgy van, Uram, de hiszen az ebek is esznek a morzsalékokból, amik az ő uruknak asztaláról aláhullanak. Ekkor felelvén Jézus mondta néki, ó asszony, nagy a te hited, legyen néked a te akaratod szerint. És meggyógyult az ő leánya attól a pillanattól fogva. Kedves testvérek, mondhatnánk azt bizonyos értelemben, hogy a történet egy szokványos történet, amely előttünk van, egy drámai történet. Egy édesanya harcol gyermeke gyógyulásáért. Amikor az ember gyermeke beteg, akkor a szülő mindenre képes, hogy valamiképpen elérje gyermeke gyógyulását vagy meggyógyítását. Itt is egy mindenre elszánt asszonyról van szó, aki mindenre képes. Képes volt arra, hogy pogány létére elmenjen Jézushoz. Azt gondolom, hogy mi semmiképpen nem érzékeljük ennek az asszonynak az elszántságát ebből a tényből, mert nem érzékeljük azt a kemény gyűlöletet, ami a zsidók és a pogányok között volt. Tudjuk azt, hogy Jézus idejében egy hithű zsidó ember nem tette be a lábát egy pogány ember házába. Ezért is üzent a kapernaumi százados Jézusnak, hogy nem vagyok méltó, hogy a házamba gyere.
elkülönülten éltek egymástól, ki is emeli az ige, hogy Tírus és Szidon vidékeiről, tehát Izrael határain túlról érkezett ez az asszony. A gyermek állapota nagyon súlyos, amikor azt mondja ez az édesanyja Jézusnak, hogy az én gyermekem az ördögtől gonoszul gyötörtetik, akkor a betegségnek az a elnevezése arra utal, hogy egy idegbeteg, elmebeteg leányról volt szó, akin a betegségnek a jelei félelmes módon jutottak kifejezésre, demonstrálódtak, amit úgy tűnik, hogy az édesanyja, a szülők nem tudtak már elviselni. Ez a történet az emberiség egyik legnagyobb problémájára irányítja rá a figyelmünket, arra a problémára, amelyik egy pillanat alatt az ember életének legnagyobb problémájává válik, a betegség. Az ember kérdése ilyenkor mindig az, hogy miért? Miért lett beteg a gyermekem? Miért lettem beteg én? Miért vagyok én beteg? Természetesen súlyosbítja az ember kérdését és az ember kérdezését az, ha a saját gyerekéről van szó. Megfigyeltem, hogy sokszor még keresztény emberek is teljesen értetlenül állnak azzal a ténnyel szemben, amikor egy gyermek lesz beteg, és fölteszik a szomszédok, ismerősök, rokonok, vagy hitetlen emberek a kérdést, hogy na ehhez mit szóltok? Ehhez mit szóltok ti keresztjének? Hogy egy gyermekbeteg, egy ártatlan gyermek, akinek az égvilágon semmi bűne nincs. Miért? Miért? Micsoda átok ez? És micsoda igazságtalanság ez? Hát hol van az Isten? És látjuk ebből a történetből azt is, hogy a betegség, annak a fájdalma általában nem csupán egy embert érint. Ha beteg valaki, akkor normális körülmények között az egész család vele együtt szenved. Itt is beteg a gyermek, és szenved az édesanyja. Ilyenkor éljük át, hogy mennyire össze vagyunk mi kötve. Emberek egymással, mennyire össze vannak a családok kötve egymással. Ilyenkor látjuk azt, hogy milyen titokzatos, ha szabad így mondanom, misztikus a családi kapcsolat, ami összeköt házastársakat, gyermekeket és szülőket, családtagokat, testvéreket egymással. Ennek a történetnek azonban, testvérek, amelyet most felolvastam, a lényege mégsem az a küzdelem, amit úgy neveznénk, hogy küzdelem a betegség ellen, vagy küzdelem, vagy lázadás a betegség ellen. Ez, kedves testvérek, ez a történet tulajdonképpen azt akarja bemutatni, hogy mihelyst egy beteg, vagy egy betegnek a hozzátartozója Jézus Krisztussal találkozik, abban a pillanatban a dolgok új fordulatot vesznek. Ez nagyon lényeges mozzanata ennek a történetnek, és ennek az igének. Mihelyst egy beteg, vagy egy betegnek a hozzátartozója Jézus Krisztussal találkoznak, a dolgok új fordulatot vesznek. Az új fordulat, kedves testvérek, ez minden esetben bekövetkezik. A fordulat. Valamilyen fordulat minden esetben bekövetkezik. És amikor a Jézus Krisztussal való találkozásról beszélek, vagy beszélünk, akkor nem a vele való testi találkozásra gondolunk csupán, mert ez a megállapítás ma is érvényes. Jézussal ma is lehet találkozni, és amikor ma találkozik Jézussal egy beteg,
vagy egy betegnek a hozzátartozója, a dolgok új fordulatot vesznek. Lehet, testvérek, hogy ez az asszony úgy ment Jézushoz, sőt, biztos is, mint egy testi csoda orvoshoz. Biztos, hogy így ment Jézushoz. Hallotta Jézus hírét. Azonban a beszélgetést, ha gondosan tanulmányozzuk, arra figyelhetünk fel, hogy Jézus az asszonyt átvezeti a lánya betegségéről egy másik területre. Ha szabad így mondanom, átvezeti ezt az asszonyt egy lelki síkra. Oda megy a gyermeket testi betegségével, és Jézus az asszonyt lelki síkra tereli. Kedves testvérek, ez soha nem könnyű. Soha nem könnyű. Soha nem könnyű az embereket a testi gondjaikról, a testi problémáikról, legyen ez anyagi, vagy legyen ez testi probléma, átterelni a lelki területre. Hogy tudnék lelki módon gondolkozzanak. Vagy egy más szempontból gondolják át a betegséget. Nem könnyű feladat. Amikor valaki beteg, fáj valamije, akkor ettől meg akar szabadulni, és nem törődik azzal, hogy ennek mi az ára, ez az általános tapasztalat, csak a fájdalom múljon el. Jézus pedig itt, testvérek, valami különös módszert alkalmaz. Először is Jézus az asszonynak nem válaszol. Azt olvassuk. Jézus hallgat. Az asszony ott panaszkodik, ott könyörög hozzá, Jézus pedig hallgat. Az ember első gondolata az, hogy micsoda gőg ez a Jézus részéről. Hát ott esedezik egy asszony. Mondanánk így, hogy ott imádkozik egy asszony, és még csak válasza sem méltatja. Hát ki ez a Jézus? Milyen Isten, ami Istenünk? Azután, amikor végre Jézus megszólal, akkor a következőt mondja, miután a tanítványok biztatják Jézus, hogy mondjál már valamit, tegyél már valamit, hát válaszolj már valamit, akkor Jézus ezt válaszolja, nem küldettem csak Izrael házának elveszett juhaihoz. Nem küldettem csak Izrael házának elveszett juhaihoz. Magyarul, mit jelent ez? Asszony, neked nincs jogcímed tőlem bármit is kérni. Én csak Izrael házához küldettem, te nem tartozod Izrael népéhez. Nincs semmiféle jogcímed a dologhoz. És az asszonynak még mindig nem válaszol semmit, mert ezt a választ is Jézus a tanítványainak mondja. És ekkor az asszony leborul Jézus előtt. Leborul Jézus előtt, mint egy alattvaló a király előtt. És elhangzik a 26. vers, amelyik egy nagyon megdöbbentő verse ennek a történetnek, ennek a beszámolónak. Jézus így felel, nem jó a fiak kenyerét elvenni és az ebeknek vetni. Kutyával nem foglalkozom. Ez a Jézus válasza. Én kutyákkal nem foglalkozom. Elég provokatív kijelentés. Ma biztos följelentenék Jézust, hogy valami diszkrimináció súlyos bűnét követte el, hogy ilyet mond. A kutya a tisztátalanságnak volt a jelképe. Ezt mindenki értette, aki ott volt, hogy Jézus mit mond. És még mindig nem válaszol Jézus, testvérek.
Már ott könyörög ez az asszony, eljön messziről. A gyermeke beteg, és még mindig nincs válasz. Még mindig az elutasítás, még mindig nem foglalkozik érdemben a gyermekkel Jézus. És elhangzik a történet kulcsmondata. A történet kulcsmondatát és forduló pontját az asszony mondja ki, az asszony ezt mondja, úgy van, Uram. Úgy van, Uram. Én nem foglalkozom a kutyákkal. Te egy tisztátalan valaki vagy. Úgy van, Uram. És kedves testvérek, ez a mondat, amit mond ez az asszony, úgy van, Uram, de hiszen az ebek is esznek a morzsákból, amik az ő uruknak asztaláról hullanak alá, ez a mondat eléri Jézus szívét teljesen, és már is, kedves testvérek, megtörténik, bekövetkezik egy rendkívüli dolog. Az a rendkívüli dolog történik, hogy átlépett az asszony a gyermeke probléma köréből, áttért egy magasabb szintre, egy lelki síkra, egy lelki területre. Figyeljük meg, már nem a lányáról van szó. Már nem a lányról beszélnek. Az asszonyról. Az asszonyról beszélnek. Az asszonyról van szó. Úgy van, Uram. Egy lázadó ember megalázza magát a hatalmas Isten előtt. Ezt jelenti ez a mondat. Egy lázadó ember megalázza magát a hatalmas Isten előtt. Nincs benne vád, igazat ad az Istennek. Úgy van, Uram, Uram, igazad van mindenben. Azért nem könnyű ezt kimondani, amikor valakinek a gyermeke beteg. Nem könnyű kimondani, amikor nagyon szeretnék valamit, és nem kapom meg. Nem könnyű kimondani, amikor drámai fordulatot vesz esetleg az életem, a sorsom, nem csupán a gyermek sorsa, hanem az enyém is. Egy súlyos betegség következtében kimondani azt, amit kimond ez az asszony. Úgy van, Uram, igazad van mindenben. Igazad van abban, hogy nekem semmi nem jár. Nekem semmi nem jár, én csak morzsákat várok tőled. Egy morzsa is elég te tőled. Egy morzsa is elég te tőled. Igazad van, hogy nekem semmi nem jár. Nem tudom, testvérem, hogy te mondtad-e már ki valaha is ezt. Hogy Uram, én nekem semmi nem jár. Nem tudom, testvérem, hogy valaha is eljutottál-e már az imádságodban oda, hogy nem lázadozva könyörögtél. Ha nagy baj volt, ha igazán krízis helyzet volt, nem követelőzve könyörögtél, hanem azt mondtad, Uram, ha nem hallgatsz meg, akkor is igazad van. Ha el kell temetnem a gyerekemet, akkor is igazad van. Mert nekem nem jár semmi. Ha nem gyógyulok meg, akkor is igazad van. Nem könnyű. Biztos nem könnyű kimondani. Ha úgy maradok abban a nyomorúságban, amiben vagyok, akkor is igazad van, Uram. Úgy van, Uram. Úgy van, Uram. Nekem nem jár semmi. Milyen furcsa fordulat, testvérek. Ahogy már említettem, nem a gyermekről beszélnek már, hanem az anyáról van szó. Mintha a gyermek betegsége
Csupán egy kulcs lenne egy eszköz Jézus kezében, hogy elérjen egy családot. Hogy elérjen egy pogány családot. Hogy elérjen egy olyan családot, amelyik majd utána Tírus és Szidon vidékén, amelyik nagyon kemény vidék volt, ahol pogányok éltek, majd beszélhetnek Jézusról. Igen, kedves testvérek, az asszony soha nem indult volna Jézushoz lánya betegsége nélkül. Azt gondolom, hogy ezt nem vitatjuk. Soha nem ment volna el. Soha nem borult volna el oda Jézus elé a lánya betegsége nélkül. És most föl kell tegyük a kérdést. Akkor ez a betegség átok volt, vagy áldás? Ez a betegség átok volt, vagy áldás? El kell csendesedni benne, testvérek. El kell csendesedni benne. El kell csendesedni a te betegségedbe is, az enyémbe is, hogy az átok, vagy áldás. Ne hamarkodjuk el a választ. A válasz nem olyan egyszerű, mint amilyennek mi képzeljük, vagy gondoljuk. A betegség átok volt, vagy áldás. Attól függ, hogy egy betegség elvisze valakit Jézus Krisztushoz. Elvisze valakit az úgy van, uramig. Nem csupán ahhoz, hogy én Jézushoz imádkozom, mert ide eljut az ember elég gyorsan. Ez egy fogfájás is elég, hogy az ember elkezdjen könyörögni. Egy kis baj is elég, hogy az ember elkezdjen könyörögni. És eljusson Jézushoz, de addig, ameddig az asszony eljutott, hogy úgy van, Uram, megalázom magam. Meddig jutunk el, kedves testvérek? Eljutok-e Jézusig? Mert Jézusig csak azok juthatnak el, akik így mondják, így tudják kimondani imádságukat, így tudják megalázni magukat, hogy úgy van, Uram, mint ez az asszony. Sok ember csak az imáig jut el. Csak az imáig, de nem Jézusig. Óriási különbség van a kettő között. Hogy valaki eljut-e oda, hogy imádkozzon. Rengeteg ember jut el ide, hogy imádkozik, testvérek. Rengeteg. Én nagyon sok embert ismertem és ismerek, akik eljutnak oda, hogy imádkoznak, de nem jutnak soha Jézusig. Megdöbbentő, hogy mihelyst a lány betegsége eléri a célját, az az, hogy megalázza magát az édesanyja Jézus előtt, a gyermek egy perc alatt meggyógyul. Egy perc alatt meggyógyul a gyermek. Jézusnak, testvérek, sem akkor, sem ma nem probléma bárkit meggyógyítani egy pillanat alatt. Nem probléma Jézusnak. Jézus ma sem lett kisebb, de kedves testvérek, fontos látni, hogy Jézus hatalma nem abban különös, hogy egy betegséget meg tud gyógyítani. Nem ebben különös a Jézus hatalma. Egy betegséget, ha olyan a betegség, egy ügyes orvos is meg tud gyógyítani. Jézus hatalma nem ebben áll. Jézus hatalma, kedves testvérek, abban áll, amire csak ő képes, hogy a betegség átkát csak ő képes áldássá átváltoztatni. Erre csak Jézus tudja tenni. Hogy a betegségből áldás legyen, de ehhez vele kell találkoznunk. Minden esetben. És el kell jutnunk, testvérek, az úgy van, Uramig. El kell jutnunk oda, valóban, szív szerint is, Uram, úgy van, ahogy mondod, nekem semmi nem jár. Én senki vagyok, és semmi vagyok. Ezeket tudja Jézus mindig fölemelni.
Ezeket tudja Jézus felemelni. A mennybe, kedves testvérek, csak ilyenek lesznek. Csak ilyenek lesznek. Akik magukat megalázták, akik egyszer kimondták Jézusnak, nem csak betegségükkel kapcsolatban, hanem az ígével kapcsolatban, ami hangzott feléjük, vagy a sorsuk eseményeivel kapcsolatban is ki tudták mondani egyszer, hogy úgy van, Uram, ahogy a Te igéd mondja, nincsen én bennem semmi jó, én nem érdemlek semmit, mégis légy irgalmas, és könyörülj meg rajtam. Testvérek, Jézus minden esetben kezelésbe vesz bennünket, ahozzá megyünk. Ettől az asszonytól azt kell megtanulnunk, hogy a kezelés ideje alatt nem volt türelmetlen. Nem volt türelmetlen. Végig járta az utat. Addig ment lefelé, addig ment a megalázkodásban lefelé, amíg el nem érte Jézust. Mindnyájan tapasztaljuk azt, hogy imádkozunk, és nem válaszol az Úr. És milyen sokszor abba hagyjuk az imádságot, és nem megyünk lejjebb, és nem jutunk el odáig, hogy úgy van, Uram, igazad van. Nincs hozzá jogom. Nincs hozzá jogom. És ezt nem csak a szám mondja, hanem a szívem is átéli és átérzi. Jézus pedig csendben van és nem felel és vár. Vár addig, amíg magad meg nem alázod igazán, és utána felemel az égig. Isten, könyörüljön meg, kedves testvérek, rajtunk, mindnyájunkon, hogy ki tudjuk mondani minél többször, nem csak a fejünkkel és az értelmünkkel, hanem a szívünkkel is, életünk nehéz pillanataiban is ezt, úgy van, Uram. Jézus szívét mindig mozgásba hozza. Ez a vallomás, ez a felismerés, és a te életedben sem marad el a nagy átváltozás, hogy az átok áldássá változik át Jézus mellett. Ámen. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük Te neked, hogy veled ma is lehet találkozni. Közel vagy mindenkihez, aki téged hív, és aki hozzád fordul. Bocsáss meg, hogy az imádságainkban olyan türelmetlenek vagyunk sokszor. És bocsáss meg, hogy olyan hamar abba hagyjuk, és a felszínen maradunk, és olyan nagyon nehezen jutunk el oda, ahova történetbeli asszony eljutott, hogy úgy van, Uram, ha Te bennünket tisztátalannak és mindenre méltatlannak találsz, akkor ez úgy van. Igazad van, ha nem válaszolsz, ha nem gyógyítasz, ha nem segítesz. Mindenben igazad van, mert nem érdemlünk semmit. Köszönjük neked, hogy mindazt, amit kapunk, nem érdem szerint kapjuk, hanem kegyelemből. És köszönjük te neked, hogy a te szíved, a te bölcs szíved abban a pillanatban, amikor ez az asszony megalázta magát, fölemelted és vártál, hogy segíthess rajta és gyermekén, és így vársz arra is, hogy rajtunk is segíthess. Kérünk téged arra, hogy hadd változzon át minden átok áldássá a mi életünkben is. Olyan sok nehéz, olyan sok baj, olyan sok keserűség van az életünkben. Ó, Urunk, köszönjük ezt az evangéliumot, hogy neked erre is van hatalmad, hogy mindent átváltoztass örömmé, áldássá, békességgé a mi életünkben. Kérünk, hogy tedd meg ezt közöttünk mindenkivel, de különösképpen is azokkal, akik nehezekben vannak, akik talán megfáradtak, elkeseredtek, különösen mélybe kerültek, válságban vannak.
mert betegek szenvednek, vagy sok szenvedést látnak, vagy reménytelenül öregek, könyörülj meg irgalmadból rajtunk, Urunk, és add meg, hogy örvendezve járjunk Te veled, aki előtt soha nem szégyen megalázni magunkat, aki királyoknak királya vagy, és aki azokat, akik megalázzák magukat, felmagasztalod és magad mellé ülteted a Te trónodra. Kérünk, hogy maradj velünk a hét hátralévő napjaiban, és őrizd meg bennünket kegyelmedben, rejts el minket szárnyaid árnyékában, szent nevedért. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fogadjuk Isten áldását, testvérek! Én megáldalak téged, és áldás leszel. Amen.